Erzsébet vagyok, itt vagyok a lányom lakásába, szellemeket engedett el Marika, mellettem is ült egy öngyilkos nő szelleme volt, hideg volt az egész a lábam is minden, hogy elengedtem, megszűnt egy kicsit már érezni, hogy melegszik a levegő mellettem a combomon. A vejemen volt egy öngyilkos szellem édesanyja, azt is elengedte Marika, meg egy kisfiú volt a kisfiam, kisunokámnak a lakása, a szobájába, azt is elengedte Marika, úgyhogy reméljük, hogy rendben lesz most már minden gyerekkel kapcsolatban is. A picin is volt a kis unokámon pár évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt egy öngyilkos szellem, egy kábítószeres kisgyerek volt rajta, aki uralta azt a gyereket, de csak egy hónapig körülbelül, vagy két-három hétig uralkodott rajta, bevittük Marikához, bementem megkérdezni előtte, hogy mi van, vagy hogy vele, és azt mondta, azonnal hozzuk be, mert probléma lesz, és elengedtük, és már kifele jövett, rendben volt az a gyerek, úgyhogy azóta, hála Istennek, semmi baja nincsen neki. Úgyhogy milyen tünetei voltak előtte? Magdosta magát, ágyra, asztal alá, bebújt, sértődött, minden sírt, minden baja volt, úgyhogy ez egy két-három hétig a lányom sokszor este felhívott, anya, nem tudom, mi van a Diánnal, egyszerűen nem lehet hozzászólni, vagdosson magát, bebújik az ágy alá, minden, és ezek után mentem be hozzád, és mondtad, hogy vigyem be azonnal, mert nagy bajok lesznek, és hogy kijöttünk már, hála Istennek, azóta semmi baj, és örül a gyerek is, tudja, hogy mama segítettél rajtam sokat, úgyhogy tudja, még a kis unokám is tudja, pedig 8 éves, hogy sokat segítenek rajtunk, sokat viszem be különbe, erősítőre is, meg mindenre unokámat meg hozok is nekik. Hajnak az Adrián szobájába is volt egy fiúnak a szelleme, ott ült az ágya mellett a széken. Nem zavarta őt az álma? Hát éjszaka nagyon sokszor hallottam, hogy beszélget, de hát azt gondoltam, hogy álmodik. De nagyon sokszor, tehát én elég rosszalva vagyok, és majdnem minden éjjel beszélgettek. Mindig más témán, nem igazán értettem, hogy miről. De tegnap is például, tehát most reggelre viradójel is hallottam, hogy beszélgetnek. Most elengedtük a lakásból a szellemeket. Lehet-e érezni változást? Nagyon jó, kis kellemes lett. Köszönöm. Szerintem világosabb lett a lakás is, én nem tudom, hogy, de tényleg világosabb, és nem jön a hideg se. És nem hideg. Nem hideg. És innét jön a ablak felül ültem, én nem fáztam, onnét meg igen. Igen. Itt ült egy szellem, megtapogattuk őt. Milyennek érezted, Hajnalka? Nagyon hidegnek. Hidegnek. Hát én inkább hidegnek. Igen. És köszönöm szépen.